Na akkor nézzük. Szóval itt van egy kis kijárat. Hátizsákkal húzom. Nagyon jó. És a végén már csak föl kell állni az öregembernek. És kinn is van. Csoda. Úgy gondolom, hogy megint sikerült egy olyan helyet találni, ami egyedülálló. Most már csak arra lennék kíváncsi, hogy akik oda fölmennek ezen a létrán, hogy azok ott fönn mit csinálnak. Az most valami vallási okokból mennek oda föl, vagy valami technikai trükkje van, föl kell szerelni oda valamit. De ez nem rossz túra. És itt is a kontraszt, a régi bankok és az új között. Mögötte ott az Icon Siam tornyai. A legmagasabb épület a Mahanakon, oda föl is kell mennem majd filmezgetni. És most annyi a feladat, hogy a másik oldali lépcsősoron lemegyünk. Ez annyira nem egyszerű, ezek a lépcsőfokok azért elég komolyak. Egyébként komolyan foglalkoztató gondolat, hogy majd, ha beindult a szezon, akkor ide fogok túrákat csinálni erre a környékre, Helmu, és akkor bemutatni Kudicsint és ezt a fantasztikus környéket. Persze, ha lesz megfelelő érdeklődő. És mondom, tehát töredéke a turisták száma a Vatpóhoz vagy a Királyi Palotához képest. Valami miatt ez a környék kimarad, ami nekem tetszik, nekem jó. Nincs az a nagy nyüzsgés. Egyébként a belépés ingyenes volt ide. És mondom, nagyon tetszik. Egy-két covidos is van itt a környéken, de nem érdekes. Múzeumon keresztül lehet bejönni egyébként. Légkondicionált itt. Két érdekelnek az ilyen szobrok, amulettek. Annak nagyon tetszeni fog ez a csedi. Elhagynám a helyszínt. Itt van egy 1828-35-ig épült kis kertecske. Ez itt is valami dolgozna. De én azért szeretnék körülnézni. Hát tele van teknőssel.
nem is olyan kicsik ezek a teknősök. Ott van belőlük egy csomó. Ott, meg ott. Nem is kicsik. Itt vagyunk annál a hídnál, a hídnak a lábánál, amin átjöttem. Itt van kívül, itt megy föl az út. És ilyen kis égkövek vannak a kerítésen belül. Szeretem az ilyen kis tavacskákat. Fönt valamik szentély lehet, mert ugye, igen, ott van fönt, egy lépcső sor vezet föl. Remélem, hogy körbe lehet sétálni. Júj, ezt láttátok? Nem? Hát akkor nem tudom. Tele van teknőssel. Na, mi van? Mi újság van? Nincs is olyan meleg. Főleg a vízbe ki lehet bírni, mi fiúk? Tele van teknőssel az a kis barlang rész. Már be hallatszik a város zaja. Úgy látom, a tekik szeretik ezeket a kis visszavonulós helyeket. Na, mi van? Nagy a csönd. Csak kulturáltan szórakozzatok. Szóval mennyi teknős van? Ja, hogy itt még etettek is őket. Na jó. Akkor ezt most megnézem. Itt a srácok valami világítást szerelgetnek. Aha. Kertészbrigád. És itt van. Hogy elnézem, talán az dinnye lehet, vagy papaja, vagy valami ilyesmi, egy gyümölcs. Jönnek is a srácok rendesen. Ups. Beleesett, azt nem látja. Na, megtalálta. Lehet őket etetni. Kell néhány száz kiló gyümölcs, mert annyi teknős van. És nagyok. Na persze, galambok is. Nyomozott egy teknős szobor, valószínűleg ez a teknősök tava, és ott nem tudom, hogy mi történt, ott az egyik srác az föl van borulva, hogy ő most kész van, és a többiek csak kóstolgatják, hogy valami miatt az ott szerintem mi már nem működik, nem próbálják fölborítani. Visszaborítani. És mennek oda csipkedni. Hogy próbálják föl visszaborítani a rendes úszó helyzetébe, de
Az a teknős már nem moccan. Itt várják a fiúk a kaját. Hatalmasak. Nem ilyen kis ékszerteknőskék, hanem elég nagyok. 20 batért lehet venni egy kis eleséget a teknősöknek. Egy kis oázis. Nagyon jó. És nagyon örülök, hogy találtam ezt a helyet. Néhányszor már elmentem mellette, soha nem jöttem még be. Nagy hiba. Akkor mi a tanulság? Valóban be lehet menni, oda be is kell. Menjünk be, nézzünk körül, és találunk gyönyörű helyeket. Ezek a kis fák, hogy meg vannak vágva, mint egy kis bonzáj fák, de ez nem azok, de szépen meg vannak vágva. Nagyon aranyosak. Vigyázz, jön. Vigyázz, vigyázz, lassan, lassan hajts, te! Vigyázz, vigyázz! Mindenki, de rádudál. Az a biztos, ne menjen neki. Úgyhogy most akkor szépen a híd túloldalán most visszagyaloglok. Ha-ha, mi van itt? Műfüves focipálya. Mondjuk kis felújítás már ráférne, de nem rossz, nem rossz itt. Gyerekek, lehet focizni is. Sport. Valaki teniszezik a híd lábával. Nagyon jó. Nagyon jó. És a Chao Phraya. Watarun, ott van a templom, a Santa Cruz, ott van a kis házikó, lehet látni a régi házat, ahol voltam. És a jó öreg Bangkok a hídról. Honnan jöttem, a Santa Cruz templom, ott van a kis házikó, a zöld kerítéssel, ahol az a kis faház áll. E mögött van a virágpiac. Nagyon szeretem Bangkokot, mindig van látnivaló, mindig történik valami, egy nagyon eleven város. És még szerencsére van az a régi módi, tipikus régi módi hangulata. De lassan-lassan kopnak el ezek az épületek is. Minden modernizálódik. Ami hát jó is, meg nem is. De én szeretem, amikor megtartják a régi tradicionális dolgokat. Ennyit a Memorial Hídról. Ez pedig itt egy kis park. Nagyon szép, ezt még megmutatom, mielőtt elbúcsúzom. És első Ráma király szobra. Menjünk be. Szívesen bementem volna, de úgy látom, hogy le van itt zárva.
nem látogatható a hely, nem tudom miért. És lehet, hogy felújítások voltak, illetve biztos, hogy volt, mert néhány hónappal ezelőtt, amikor jártam erre, akkor láttam, hogy serénkedtek itt a fiúk, de úgy látszik, hogy nincs megnyitva a szökőkút se. És ott van bent a szobor. Hát bankokba, léptenyón, templomokba botlik az ember. Itt van egy másik, ez is nagyon szép. Nem tűz van, csak a néni, vagy a bácsi ott sütöget, ezt egy kicsit mellé ment az olaj. És ahogy számítottam rá, elkezdett esni az eső. Jó lenne addig hazaérni, még nagyobb zúj nem lesz belőle, de egyrészt van nálam esőkabát, másrészt meg, hogy esik az eső, az a lőtéri sebzett kutyát nem érdekli, mert mi így is szeretjük Bangkokot. Ezek a nagymesterek. Imádom őket. Óriási. És mindegyik egy régi Vespával. Nem tudom hány kiló lehet. 8-10 tekercs. Szőnyeg jó, egy-egy métert kilóg. Tök egyenesen ülnek rajta, mert nem férne el. És egyensúlyoznak itt végig. Haláli. És itt is egy régi Vespa. Még egy ilyet fogok venni. Az biztos. Rengeteg van belőlük. És ez a Ford, régi Ford letakarva, viszonylag jó állapotban. Kis rohadás alul, felül, de jó. Vespával járkálni itt Bangkokban azért óriási élmény lehet. És mondom, nagyon sok van belőle, nem tudom mennyibe kerülnek, de egyet be fogok szerezni, azt tuti. És itt a sarkon, és sokszor elmegy az ember a szép régi házak mellett, nézzétek meg ezt. Ezt. Gyönyörű. Tuti van, hogy 150 éves. Ebben biztos vagyok. Itt van a kikötő. És ez Bangkok egyik legrégebbi utcája. Egy videóban már mutattam. Ezek kereskedők laktak itt, és voltak itt a raktárjaik a folyó. Amikor megérkeztek a hajók, itt kipakolgatták őket.
És innen nőtte ki magát tulajdonképpen. A kínai negyed is. Hopp, egy patkány. Most ugrott itt be. Van belőlük. Na egyszer fölidegesítenek, még egy tuktukot is fogok szerezni. Mondjuk eladó olyan tuktukhoz hasonlító szerkezetet már láttam. Ennek egy motor, rendes motor az eleje, de hátul fel lehet rendesen ülni egy ilyen zárt részbe, mint a tuktuk. Majdnem elütnek itt közben. És ezekről meséltem, hogy ezek régi raktárépületek. De egészen lenne a folyópartig visznek. Mindent lehet kapni. Szadikát. Mindent lehet kapni zsákokba. Ezek ilyen nagy kerek vannak itt. Tessék. És itt a példa. Ez a tuktukat is meg lehet ám pakolni. A nő az ott ült hátul. A többi az mind doboz volt. Ez egy rendes taxiba. Szerintem nem tudnád így berakni. Nem férne be. Hátul fölkötöznek a kocsira mindent. Lehet a tuktukra. Remélem tetszett ez a videó is. Sikerült eljutni egy-két olyan helyre, amit számomra is meglepetés volt, és örülök, hogy lefilmeztem, meg tudtam nektek mutatni. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, és találkozunk a legközelebbi filmnél. Addig is vigyázzatok magatokra. Ciao!